Ebben a videóban a névmásokról fogunk tanulni. A névmásoknak meglehetősen kaotikusnak tűnő rendszere van, de megpróbálunk rendet rakni ebben a rendszerben. Benne van a névmások nevében, hogy mindig valami más helyett állnak. Tehát a névmás tulajdonképpen egy helyettesítő szófaj. Állhat főnév helyett, vagy melléknév, számnév, vagy akár határozó szó helyett is. Tehát itt olyan szófaji kategóriával van dolgunk, ami mindig valamit helyettesít, valamire vissza, vagy akár előre utal a szövegben, vagy a beszédben. De ne csak elméleti síkon mozogjunk, hanem nézzük meg mindezt a gyakorlatban, így talán könnyebben megérthetitek. Vannak olyan névmások, amik csak főnevet helyettesítenek. Ezt egyszerűen be kell biflázni, hogy főnevet helyettesítő névmás, a személyes, birtokos, kölcsönös és a visszaható névmás. Nézzünk mindegyikre példát. Személyes névmás például a leggyakrabban használt névmásunk, ugye az én, te, ő, mi, ti, ők. Például gondoljunk csak arra, hogyha azt mondom, hogy Péter szereti Marit, de Mari nem szereti őt. Akkor ugye mindenki számára világos, hogy az az őt személyes névmás, az kire vonatkozik. Visszautal szerencsétlen, nem szeretett Péterünkre. Jó? Tehát visszautal a szövegben, helyettesíti Pétert, aki nem más, mint egy főnév. De nem csak ezek a személyes névmásaink vannak, hanem például, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk engem, téged, őt, tehát lehetnek tárgy esetben ezek a személyes névmások, hogy azt mondom, hogy velem, veled, vele, vagy akár a nekem, neked, neki, vagy a rólam, rólad, róla, és ugye a további személyeket is végigvehetnénk, ezek mind személyes névmások, amik csak főnév helyettesítésére szolgálnak. Nézzük meg a következő csak főnevet helyettesítő névmásokat, a személyes, legyen a birtokos névmás. Ugye ez is a birtokost fogja helyettesíteni. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy a fogason lóg a kabátom. Te hova akasztottad a tiédet? Ugye a tiéd visszautal a birtokosra, azaz rád, mert te vagy a kabátod birtokosa. Tehát ott a tiéd névmás, az egy birtokos névmás. Tehát az enyém, tied, övé, miénk, tiétek, övék, ezek mind birtokos névmások. Ugyanígy, hogyha ezek el vannak látva a birtok többesítő jellel is, tehát enyém, tieid, lehet egyszerre több kabátod is, övéi, ezek szintén birtokos névmások. Ugyanide tartozik a kölcsönös névmás is, ez is nagyon egyszerű, egy kölcsönös névmásunk van, az egymás névmás. Például, hogyha azt mondom, hogy mi szeretjük egymást. Ugye a mi, az most jelen esetben te és én, és ugye az érzelmeink kölcsönösek, ezt az egymást névmással fejezem ki. Tehát az egymást, ugye tárgy ragosan is, kölcsönös névmás. És ide tartozik még a visszaható névmás is. Ezzel már találkoztunk, amikor az igékről beszéltünk. A visszaható névmások a magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk névmások. Ugye, amikor beszéltünk a visszaható igékről, hogy a cselekvés alanya szerint milyen lehet egy ige, akkor abban egyeztünk meg, hogy vannak olyan igék, amikor a cselekvés visszahat az alanyra. Biztos emlékeztek rá, amikor azt mondtuk, hogy borotválkozik, hogy ezt fel tudom bontani egy cselekvő igére és egy visszaható névmásra, úgyhogy azt mondom, hogy borotválja magát. Tehát a cselekvés visszahatott az alanyra, vagy azt mondom, hogy fésülködik, fésüli magát. Tehát az ott szereplő magát szócska, az nem más, mint egy visszaható névmás. Jó, tehát tessék megjegyezni, hogyha álmodból is felkeltenek, tudd, hogy a főnevet helyettesítő névmások az alábbiak, személyes, birtokos, kölcsönös, visszaható. Igen ám, de vannak olyan névmások, amik nem csak főnév helyettesítésére képesek, hanem helyettesíthetnek főnevet, melléknevet, számnevet vagy határozó szót is. Nézzük gyorsan ezeket a névmásokat is szépen sorra. Ide tartozik például a mutató névmás. Hogy bebizonyítsam nektek, hogy minden szófajt
illetve a fent említett szó, az előbb említett szófajokat képes helyettesíteni, ezért most mindegyikre mondunk példát, sőt, a mutató névmás arra is képes, hogy egyszerre mutasson közelre, majd távolra is. Főnevet helyettesítő mutató névmás, például az ez, az. Ugye azt mondom, hogy megnézd, hogy ezt a füzetet vedd elő. Ugye rámutat a füzetre, főnévi helyzetben áll, illetve főnevet helyettesít, és közelre mutat. Vagy azt mondom, hogy azt nézte ki magának, ez ugye távolra mutat, és szintén főnevet helyettesít. De helyettesíthet mondjuk melléknevet is. Azt mondom, közelre mutatva, hogy ilyen, távolra mutatva azt, hogy olyan. Vagy helyettesíthet számnevet is. Azt mondom, hogy ennyi, vagy annyi. És helyettesíthet határozó szót is. Itt ugye több körülményt is megnevezhetünk. Például azt mondom, hogy így, úgy, vagy itt, ott, ekkor, akkor. Jó? Tehát a mutató névmásról kell beszélnünk elsősorban, ha több szófaj helyettesítéséről beszélünk, de ide tartoznak a kérdő névmások is. Nézzük meg főnevet helyettesítő kérdő névmás, például a ki, mi, kik, mik. Melléknevet helyettesítő kérdő névmás a milyen, vagy akár a mekkora. Számnevet helyettesítő kérdő névmás a mennyi, hányadik, vagy akár a hányad kérdő névmásunk is, és határozó szót helyettesítő névmásunk, kérdő névmásunk például a hol, hova, honnan, mikor, mióta, meddig, vagy akár a hogyan kérdő névmás is. Ugyanígy több szófaj helyettesítésére képes névmás, mondjuk a vonatkozó névmás. A vonatkozó névmással leggyakrabban összetett mondatoknál szoktunk találkozni a tagmondatok határán, és úgy lehet megkülönböztetni, hogy általában a hanggal kezdődnek, mindig ott van előtt az a hang. Például, hogyha azt mondom, hogy aki, ami, amilyen, amennyi, ahol, ahogyan. Láthatjuk, hogy helyettesíthet főnevet, melléknevet, számnevet és határozó szót egyaránt. Viszont arra figyeljünk, hogy csonka formában is szerepelhet szövegben, illetve hangzó szövegben vagy írott szövegben is. Tehát úgy, hogy mi, tehát az amiből csak a mi névmási forma lelhető föl, vagy mondjuk az akiből csak a ki, vagy mondjuk az ahogyanból csak a hogy határozó szót helyettesítve. Beszélhetünk még ebben a csoportban az úgynevezett általános névmásokról. Ezt is egyszerűen meg kell tanulni, hogy az általános névmás mindig a következő előtagokkal kezdődik, bár, akár, se, minden. Ha ezt tudjuk, akkor tudunk mindent az általános névmásról, hiszen nézzük meg főnevet, helyettesíthet például bárki, bármi, akárki, akármi, senki, semmi. Vagy mondjuk melléknevet helyettesíthetnek a következő általános névmások. Akármilyen, semmilyen, bármilyen, bármekkora. Vagy számnevet, akárhány, sehány, bármennyi. Vagy határozó szót helyettesíthetnek az akárhol, akármikor, akárhogyan, bárhogyan általános névmásaink. És az utolsó csoport, az úgynevezett határozatlan névmás, ami ugye a szövegben mindig valamilyen meghatározhatatlan dologra, időre, vagy akár helyszínre, vagy körülményre utal, és benne van a nevében, hogy határozatlan, tehát nem tudjuk meghatározni, és mindig a vala szócskával kezdődik éppen ezért. Tehát, hogyha azt mondom, hogy főnevet helyettesítő határozatlan névmás, például a valaki, vagy valami, nem tudom, hogy ki. Tehát azt mondom, hogy valaki ellopta a pénztárcámat, utal valakire, akinek nem tudom pontosan meghatározni a nemét, korát, személyét. Utalhat, vagy helyettesíthet melléknevet is, ugye azt mondom, hogy valamilyen, valamekkora, vagy számnevet is helyettesíthet, valahány, valamennyi, valahányadik valaki a sorban, és határozó szót is helyettesíthet, például azt mondom, hogy valahol, valamikor, valahogyan. És egy dologra kell még figyelni,
hogy bár elmondtam, de nem kőbe vésett a dolog, hogy a valaszócskával kezdődik, ugyanis vannak kivételek is, tehát van egy pár olyan határozatlan névmás, ami attól, hogy nem valaszócskával kezdődik, mégiscsak határozatlan névmások közé sorolandó. Például a főnevet helyettesítheti mondjuk az egyik, másik, vagy az egyéb névmásunk is, ami szintén határozatlan, vagy mondjuk a melléknevet a némely, hiszen ebbe is benne rejlik a határozatlanság, hogyha azt mondom, hogy némely, vagy mondjuk számnév esetében a néhány almát vettem, ugye itt sem tudom meghatározni konkrétan, hogy mennyit. Ugye mondhatnám helyette a valamennyit is, itt talán egyszerűbb lenne, de jegyezzük meg, hogy a néhány számnév is határ, vagy néhány névmás is határozatlan névmás, vagy mondjuk a néhol és az olykor névmásunk is, ami határozó szót helyettesít, szintén határozatlan. Jó, tehát nézzük gyorsan át a névmásoknak a rendszerét. Ugye elmondtuk, hogy a névmás mindig egy helyettesítő szófaj, benne van a nevében, vagy valami helyett áll, valami más helyett áll. Beszélhetünk csak főnevet helyettesítő névmásokról, ez a személyes, birtokos, kölcsönös és visszaható névmás, és beszélhetünk főnevet, számnevet, melléknevet és határozó szót is helyettesítő névmásról. Ide tartozik a mutató névmás, a kérdő névmás, a vonatkozó névmás, az általános és a határozatlan névmás.